Nem nagyon örülünk neki. Miért? Hát, így is elég rossz állapotban van az egészségügy, és hogy főleg nem lesz, akkor még rosszabb. Hát ez a húzavona, amit itt csináltak a városba, hogy most ideépítsék, odaépítsék, itt legyen, ott legyen, hát végre már döntésre juthatnának, és pozitív irányba. Az emberek többsége szerint felháborító, hogy a Szekszárdon évek óta tartó alapegészségügyi fejlesztés sorozatot megakasztotta az Éljen Szekszárd frakció. De elég szomorú szerintem. Akkor nincs betegellátása, nincs orvosi rendelő. Volt, aki azt mondta, a vita végének örül, az orvosi rendelő meghiúsulását azonban sajnálja. Örülök, hogy nincs vita. Más nem volt tisztában azzal, hogy vissza kell fizetnie a városnak a pénzt. Nem kell visszafizetni, kiállítja ezt. Több szekszárdi azt mondja, nagyon szomorú, hogy vissza kell fizetni a forrást, és nem lesz orvosi rendelő, valamint más fejlesztések is veszélyben vannak. Természetesen felháborít. Itt a szekszárdi Szabó Dezső utca mellett épült volna meg az új házi orvosi rendelő. Két körzet 4700 lakóját érintette volna a fejlesztés. Mostanra viszont már biztos, hogy a pályázati pénzből tervezett 80 millió forintos fejlesztésre nem kerül sor. Az Éljen Szekszárd frakció ugyanis a környék néhány lakójának tiltakozására hivatkozva leállította az építkezést, és új helyszínt akarnak keresni a rendelőnek. Annak ellenére, hogy korábban ők is megszavazták az építkezést. A pénzügyminisztérium toppos pályázatokért felelős helyettes államtitkára viszont azt írta levélben az önkormányzatnak, hogy az állam nem ad támogatást akkor, ha a rendelő más helyszínen épül meg. Hogyha innen el szeretné vinni a város más területre, akkor egyértelmű, hogy ezek a források nem fognak rendelkezésre állni, hiszen vissza kell adni a pénzt, ez körülbelül 80 millió forint maga a beruházás, és akkor még a kárterítésen 100 millió forint körüli összegről beszélünk, vissza kell adni, le kell zárni a projektet, és újra pályázni kell. De ahhoz, hogy újra tudjunk pályázni, újra meg kell nyitni a minisztériumnak ezt a pályázati ablakot. Hasonló helyzet alakult ki a Szőlőhegyi óvodánál is. Az Éljen Szekszárd frakció ott is át akarja alakítatni a már kész terveket. Ezért félő, hogy a város az óvoda felújításra kapott pályázati pénzt is elbukja majd.